Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a Siesta Plus a Nyíregyházi Televízió műsorán. Tartsanak velünk most is, hiszen számos izgalmas témával és programmal fogunk érkezni. Jön majd hozzánk hamarosan a Móricz Zsigmond Színház két művésze, de kezdjük egy kis mesével, hiszen a Váci Mihály Kulturális Központban mesemondó versenyt tartottak, fantasztikus volt a hangulat, és már itt is van stúdiónkban az alsós kategória első helyezettje. Szeretettel köszöntöm Bak Jázmint. Kicsit mesélj nekünk, Jázmin, magadról, hogy jelentkeztél a versenyre, hány éves vagy, melyik suliba jársz? 9 éves vagyok, az Zák Zoltán általános iskolából, Nyíregyházáról érkeztem. Képzeld el, én is a Zákba jártam, úgyhogy ez már is egy közös pont. Én nagyon szerettem azt az iskolát, bár az már nagyon régen volt. Te szeretsz iskolába járni? Igen. És akkor is sokat szoktatok mesét tanulni az órákon? Hát, inkább olvasni. És így szeretted meg a meseolvasást? Igen. És melyik mesével készültél a versenyre? A Rossz asszony elleni orvosság. Hogy ezt a mesét választottad? Hát én szeretem a tréfás, humoros, párbeszédes meséket. És hogy gyakoroltál, hogy készültél fel? Hát először olvasgattam, és utána mindig tanultam egy kis részt belőle, és így egyre jobban ment. És mi tetszett meg benne igazán, a humora? Igen, hogy olyan vicces volt. Milyen szereplők vannak? Kicsit mesélj nekünk arról, miről szól a történet. Van egy asszony, meg egy ember, meg egy patikus, és a patikus ad az embernek egy ilyen gyógyszert, és azt odaadja az asszonynak, és az asszony már nem lesz olyan buta. Ó, hát ez akkor egy ilyen okosító mese is lehet akár. És amikor eldöntötted, hogy fogsz jelentkezni erre a versenyre, izgultál egy kicsit? Igen, de amikor már elkezdem a mesét, akkor már megszűnik a világ, és már a mesének adom magamat. Tudom, ez nehéz kérdés, de mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Hát színész vagy orvos. Jó, hát akkor ez egy igazán közelálló mese volt ebből a szempontból. És milyen volt a hangulat? Sokan jelentkeztek? Igen, 17-en voltunk. Azért az egy nagy szám. Volt egy kis izgalom benned, hogy milyen lesz a többiek meséje vajon? Igen. És amikor megtudtad, hogy nyertél, nagyon örültél? Nagyon. És úgy látom, hogy már azért nem az első oklevél emléklap volt, amit kaptál. Több versenyre jelentkeztél már? Igen. Mióta? 6 éves korom óta. Az első verseny előtt nagy volt az izgalom? Igen. És szeretsz versenyekre járni? Szeretek. Melyik volt a legjobb, vagy melyikre emlékszel a legjobban? Hát az utolsóra, a mostanira, meg a... Hát meg én mindegyikre. Uh-huh. Egy kicsit meséljünk erről. Látom, hogy itt van múranapok, kincskereső prózamondó verseny. Igen. Mindegyiken voltál. Igen. Akkor ezek itt Nyíregyházán voltak? Igen. Hát szuper. Akkor szerintem lassan kezdjük bele abba, amit minden néző most nagyon vár, hiszen azért néznek most minket, hogy hallhassák a mesédet, amit ugye nagyon sokaknak volt szerencséje már a Kulturális Központban meghallgatni. Elmondanád nekünk? Igen. Hallgatunk szeretettel. A Rossz asszony elleni orvosság, Palóc, népmese. Hol volt, hol nem volt, talán igaz is volt, hát volt egy szegény ember, meg a felesége. Gyűjtögették össze a pénzüket, hogy vehetnének maguknak egy bornyucskát. Hát tehőn küldött volna nekik, tehát annyi pénzük nem volt. No, tényleg összerakosgattak egy kis pénzöcskét, s az ember elindult a vásárra, gyarmatra. Mikor beért gyarmatra, ugye régen gyalog mentek, mikor beér, látja otthon a szerencsejátékot. Hogy? Itt a piros, hol a piros? Itt a piros, hol a piros? Nézegeti? Hí, de jó volna, ha nyerne, akkor vehetne tehönet. Haj, bár kis tehön volna is, mint egy mákszem, aztat majd csak nevelgetni. No, azt a csepp,
összes spórolt pénzecskéjüket, addig rakta, addig rakosgatta, hogy a végén mind elvesztette. Jaj, nagyon megijedt. Jaj, mit szól most nekem az asszony? Ő is nagyon sajnálta a pénzt, de azt mondta, hogy ő haza nem mehet, mert őt az asszony megeszi. Az nagyon verekedős asszony volt. Elindult a városba, megy. Azt gondolja, beugrik az ipolyba. Ahogy megy, lecsüggödött fejjel, egyszer felemeli a fejét. Hát olvassa, hogy jó szív Patika. Fú, asszonyja, ez nem is bolondság. Bemegyek, asszonyja. Veszek olyan szert, hogy az asszonynak jobb szíve legyen. Bemegy, asszonyja. Adjon Isten jó napot, Patikus úr. Adjon Isten, Mikör bácsika. Hát én rossz asszony ellen kérek orvosságot. Nézd rá, Patikus, nézd rá! Mit kér, bácsika? Rossz asszony ellen kérek orvosságot. Oda lép a Patikus, lesújt az embernek. Innen is egy nagy pofont, onnan is. Na, vigye haza! Ha az asszony betegedik, akkor használja. Mi az ember hazafelé indult. Mikor hazaért, kérdi tőle az asszony. No, ember, hol a bornyú? Jaj, asszony! Lenéz az ember, s elmondja, hogy járt. De ne veszekedjél rám, mert nekem olyan bánatom van, hogy már alig gyűjtem haza gyarmatról. Az ipolyba akartam ugrani. Jaj, erre az asszonyt úgy elöntötte a méreg, hogy csak veszekedett az, mint a veszedelem. De úgy, hogy az ember hallgatta, mert tudta, hogy bűnös, de már nem állhatta. Egyszer eszébe jön neki, hogy tényleg, hát én vettem orvosságot a Patikába. Na, megsuhintotta az asszonyt, ahogy őtet vágták pofon. Az asszony fölfordult, gondolta. Na, jó lesz befogni a számat, mert még ez az ember képes eltörni a kezemet. Az íj zegye meg ennek az embernek a kezét. Még összetörítem? Hát gondolt egyet. Nem szólt az asszony egy szót sem. Telt, múlt az idő. Nevelték a csirkéket. Mikor megnőttek a csirkék, gondolt egyet? Hű, egész jól bevált ez az orvosság. A Patikust meg kéne jutalmazni. Nem is fizettem érte semmit. Vitte a pár csirkét is a Patikusnak. Adjon Isten jó napot, Patikus úr! Fogadj Isten, Mikör bácsika! Hát én eljöttem megköszönni a rossz asszony elleni orvosságot. De azt mondja, még az egyik megmaradt, csak az egyiket használtam fel. Hely, lehúzott a Patikusnak egy jókora nagy pofont, amin ő csak bírt. No, itt van a Patikus úr, ha majd valaki kér, majd csak használja. Ott hagyta a pár csirkét is a Patikusnak. Nézett egy nagyot a Patikus úr, mert erre nem számított, hogy visszakerül a pofon, ahonnan elindult. Hát ennyi volt, mese volt, vagy talán igaz is volt. Most pedig, hogy megtudtuk a rossz asszony elleni orvosságot, picit pillancsunk vissza a Bringaváros 7.1 rendezvényre, de ne menjenek messzire, még nincs vége a mesének. Szombaton délelőtt folyamatosan érkeztek a Kossuth térre. A kerékpárosok második alkalommal rendezték meg Nyíregyházan a Bringaváros 7.1 eseményt, és a tavalyi évvel ellentétben idén már nem csak 7, hanem 11 városrész csatlakozott, plusz a belváros. Megmozgathatjuk a csontjainkat, szívhatunk friss levegőt, és jó le a családdal biciklizni.
A résztvevők elindulva a helyszínekre és ott egy-egy pecsétet szerezve jogosultak lettek, hogy ajándékokat vehessenek át. Az egyes városrészek külön is rengeteg programmal készültek, a belvárosban pedig volt tánc, gyerekműsor és kutyás bemutató is. Közben az egyes településrészek között verseny is zajlott, egy görgős kerékpáron kellett minél többet tekerni, de az iskolák is összemérték erejüket. Szerintem hozzátartozik az egészséges életmódhoz a biciklizés, és ez egy kíméletes edzésforma a térnek, a lábnak, sokkal kíméletesebb, mint a futás vagy más megterhelő edzés. Estén aztán kiderült, hatalmas siker volt a Bringaváros 7.1 második rendezvénye. Egy éve 1000 kerékpároztak, most 3-szor ennyien tekertek, a legügyesebbek 50 km alatt mindenki jelölt pontot érintettek. Óriási siker, én azt gondolom, hogy a tavaly kezdtük, most 3000 körül lép a létszám, akik regisztráltak, és voltak, akik még amúgy is mentek. 149-en végig minden pontot megjártak. Hát ugye az egy majdnem egy egész napos program volt. 32 intézmény versengett, a kerékpár szépségdíjra is mennyi, 32-en jelentkeztek, tehát megmozgatta a várost, ez nagyon nagy öröm. A végén kiderült, a kertváros mindent vitt, a település részen 186,2 km tekertek a lakók, és ezzel megnyerték a versenyt, megelőzve a Malomkertet és Nyírszőlőst. Dr. Úri Katila és Gagna Csaba átvehették a vándorserleget. Az iskolák közötti versenyt is a kertváros nyerte, a második az Apácai, a harmadik a Szőlőskerti iskola lett. Mindhárom intézmény utalványt kapott. Kihirdették a kerékpár szépségverseny győztesét is. Itt a zsűri egy olyan bringát talált a legjobbnak, mely egy koncepciós kerékpár, csak egy van belőle a világon, az Nyíregyházán. A tombolán a minden helyszínt érintők között egy biciklit sorsoltak ki, majd dr. Szabó Tünde sportérfelelős államtitkár köszöntötte a nyíregyháziakat. Színpadra lépett két világbajnok futballista, Cafu és Puyol is, ők dedikált labdákat is a nézők közé dobtak, majd fergeteges koncertet adott a Kovalszki meg a Vega. És ahogy ígértük, nincs vége a mesének, hiszen felsős kategóriában is díjazták a Váci Mihály Kulturális Központban megrendezett mesemondó versenyt. Már stúdiónkba is érkezett Zsíros Réka, köszöntelek szeretettel. Te nyerted a mesemondó verseny felsős kategóriájának első helyezését, és ugye én azt már tudom rólad, hogy a Jókai Mór református általános iskolába jársz. Egy picit mesélj nekünk róla. Melyik suliba jársz, vagy ugye azt már tudjuk, melyik suliba jársz, hány éves vagy, melyik osztályba? 11 éves vagyok, és a 6. D-osztályba járok. Szeretsz oda járni? Igen. És hát ugye ez egy nagyon komoly kis mesemondó verseny volt. Hogy jelentkeztél rá? Én nagyon szeretem a meséket olvasni, mondani és hallgatni is. Sokat szoktam mesélni a kis testvéreimnek, és igazából a magyar tanárnéném biztatott rá, hogy menjek el erre a versenyre. Jártál már több ilyen versenyen is? Igen, már harmadikban, meg negyedikben is jelentkeztem. Nagyon ügyes vagy, és milyen meséket szeretsz mondani? Ugye az emberek mindig úgy tudják mondani, hogy mi az, ami tetszik neki, a vicces meséket szereti inkább, vagy a megható meséket. Neked mik a kedvenceid? Nekem a verses mesék. Ilyet mondtál a versenyen is? Mi volt ez a mese? Mesélj nekünk egy kicsit róla. Az okos lány. Miért választottad? Azért, mert én nagyon szeretem a verses meséket, és azt a könyvet, amiben ez a mese szerepelt, azt a nagymamámtól kaptam, szóval nagyon szeretem. És milyen tantárgyakat szeretsz még az iskolában? Hát szeretem az irodalmat, a technikát, a testnevelést és a rajzot. Hogy kell elképzelni, amikor készül valaki egy ilyen versenyre? Otthon megállás nélkül ezt hallgatta a tesód és anyáék? Nem. Hogy készültél? Hát igazából naponta két sort megtanultam belőle, és elismételtem többször. Ez egy jó technika, ezt szokták ajánlani bárminek a tanulásakor, hogy ez egy nagyon jó módszer arra, hogy valamit megtanuljunk, és ott maradjon a fejünkben. Szoktál segíteni az iskolatársaidnak tanulásban? Hát nem, mert nem szokták kérni. Hát majd lehet, hogy fogják. Én viszont egy kicsit megkérnélek arra, hogyha jól tudom, van egy pici részlet, amit elmondanál nekünk a mesétből, és akkor utána majd még beszélgetünk róla, de hát nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen ez az okos lány. Rendben. Hallgatunk.
Bölcs volt feleleted, mondotta a király, de három apróba, ennyit kell, hogy kiállj, és ha most sem tudok eszeden túljárni, te fogsz királynőként majd mellettem állni. Mondja csak, mondja, felséges királyom, akármi legyek én, ha meg nem próbálom. Ajándékot kérek, de hozz is, meg ne is. Nem várok túl sokat, csak jó kedvre deríts. Nagyon érdekes volt, és nagyon-nagyon tetszik, ahogy hangsúlyoztál. Ezt ki tanította neked? Hát, igazából a magyar tanárnéném és anya is. Anyával sokat szoktatok gyakorolni? Igen. Segít neked? Igen. És hogy kell elképzelni ilyenkor? Beleképzeled magadat a vers szereplőinek a bőrébe, és úgy hangsúlyozod? Nagyjából. Esetleg érdekel azt, hogy később mondjuk színésznő legyél, vagy ezzel foglalkozz? Hát, már volt az eszemben. És akkor színésznő szeretnél lenni, vagy vannak más vágyak, tervek is? Hát, van más ötletem is. Mesélsz róla egy picit? Hát, például én tanárnéni is szeretnék lenni, és szeretnék boltban dolgozni. Miért szeretik szerinted a meséket a gyerekek? Hát, szerintem... Te miért szereted a meséket? Hát én azért szeretem a meséket, mivel... Nagyon érdekesek, ugye? A történetük az mindig valami újat tud megmutatni az embernek. Igen. Lehet belőlük tanulni. Igen. A te mesédnek szerinted mi a tanulsága? Hát, hogy... mindig okosnak kell lenni. Ezért kell nagyon sokat tanulni az iskolában, ugye? Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és gratulálunk neked még egyszer a díjhoz és az elismeréshez. Nagyon-nagyon ügyes voltál. Csak még mondhatok valamit. Nyugodtan. Hogy hogy akiknek ezt köszönhetem, a Jóistennek, a Jókaimon Református Általános Iskolának, hogy oda járhatok, a családomnak, a felkészítő tanáromnak, dr. Barátné Mándi Angélának, az osztályfőnökömnek, Ilcsik Andreának, és a világ legjobb osztályának, a 6D-nek. Akik együtt szurkoltak, érted? Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Idén is megrendezték a Szívvilág napját Nyíregyházán a Kossuth téren. Egészségügyi szűrések és mérések várták az érdeklődőket. Nézzük vissza együtt! Idén is csatlakozott Nyíregyháza a Szívvilág napi rendezvényekhez. Már a 6. alkalom volt, hogy a Kossuth téren szervezték meg a programot. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere kiemelte, hogy a nyíregyháziak egyre egészségközpontúbbak és környezettudatosak. Természetesen a városvezetés ehhez minden feltételt igyekszik megteremteni. Biciklizünk, nem szennyezzük a levegőt, de közben természetesen fákat, fasorokat ültetünk, parkokat hozunk helyre, 100. játszóteret megépítettük, felújítottunk az elmúlt 8 évben kb. 40 játszóteret, az is a mozgás, az is az egészségünk, és hát ugye itt meg mögöttünk szűrővizsgálatok mennek, nagyon, nem is tudom, tizenvalahány szűrés van, és felvilágosítás, tanácsadás együtt. Tehát ez így együtt azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog, de a legjobb dolog az, hogy ennyien itt vannak, ennyien igénybe veszik ezt. Hát Nyíregyháza egy ilyen fantasztikus város. A rendezvény egyik főszervezője a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház volt. 2000 óta van már ez a Szívvilágnapi rendezvény, itt Nyíregyházán is, és immár 6. éve itt benne a belvárosban, valamilyen másik városi rendezvénnyel összekapcsolva rendezzük meg. A szívünk az egy nagyon, nagyon, nagyon fontos szerv, orvosi, lelki és egyéb szempontból is, úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy ez a kis ketyer, amit bennünk mozog, az amikor nincs semmi baja, akkor hát nem veszünk róla tudomást, de ha baja van, akkor bizony nagyon komoly problémákat okozhat. És hát maga ez, hogy ilyenkor úgynevezett szűréseket rendezünk és hát végzünk, ezzel is szeretnénk arra följön a figyelmüket a itt élő embereknek, akik itt vannak, hogy igen, foglalkozunk el az egészségünkkel.
Az alapellátási igazgatóság folyamatosan kiemelt figyelmet fordít a prevencióra és a szűrésekre. A mozgás most már nagyon előtérbe került Nyíregyházán, és ez nagyon fontosnak tartjuk, hogy amikor a szív napjáról beszélünk, akkor hogyan lehet megelőzni a betegséget, vagy hogyan mit lehet tennünk azért, hogy egészségesen éljünk a mindennapokban. Tehát gyakorlatilag ennek a jegyében nagyon jó összefogás van a kórházzal, az F-irodával, patikával, praxis közösséggel. Az alapellátásra azt gondoltuk, hogy most egy olyan komplex szűréseket végzünk, ami tényleg a megelőzésről, illetve a figyelemfelhívásról szól. Figyelemfelhívás arra, hogy hogyan is kell élni a mindennapokban, és hogyha baj van, ugye, ami a szűrés segít, akkor mit kell tenni? A szakemberek ebben segítenek. A rendezvényen egészségügyi szűrések, újraélesztési gyakorlat, előadások és színpadi produkciók várták az érdeklődőket. Szeptember elején tartották a Farkas VS Piroska olvasó próbáját a Móri Zsigmond Színházba, október 11-én pedig premier, az utolsó simítások zajlanak, de a főszereplők azért tartottak egy pici szünetet és ellátogattak stúdiónkba. Szeretettel köszöntöm Osvát Juditot és Fodor Boglárkát. Meséljetek egy kicsit nekünk arról, hogy milyen lesz az előadás. Hát a szokványos mese, vagy az, amit ismernek a gyerekek, meg a, tehát így általában az emberek, az csak három oldal. Tehát ebből nehezen lehetne egy körülbelül egy órás előadást összehozni. Így aztán a rendező Szilágyi Bálint továbbírta, kiszínesítette ezt a történetet, úgyhogy az alapszálakat és az alapértékeket megtartja, viszont próbál a mai gyerekek ízléséhez, meg világához igazodni. Tehát reméljük, hogy ez sikerül, és nagyon egy szokványos mesedarabról távoznak majd a gyerekek. Tehát valahogy mi is próbálunk ez a modern szálhoz igazodni. Mennyire vagytok már készen? Hát azt hiszem, hogy az alapja az így, most már így megvan. És akkor most jönnek azok a finomítások, amiktől szerintem igazabbaká válhatnak a szereplők, meg az ő kapcsolataik. Múlt héten emlékszem, hogy vendégünk volt a rendező, és ő is elmondta, hogy ez egy nagyon más megközelítése lesz az eredeti mesének. Ti ezt hogy látjátok? Igaza van. Nem, hát ők... A Márkus Sándorral, a díszletjelmez tervezővel ők interjúztattak gyerekeket, hogy őket mi érdekli. Tehát szerintem a régi mese, hogyha meg is fogja őket, persze megfogja őket, de hogy ők már vágynak azokra az újításokra, vagy szálakra, ami a mához köti. Tehát nehéz azért már a mai gyerekeket lekötni, akik a telefonjukon és az iPadjükön csüngnek 0-24-ben. Szóval ők a Sanyival próbáltak valahogy az ő ízlésükbe, meg fejükbe belemászni. És mi meg azt reméljük, hogy ez sikerül, és úgy menjek haza, hogy de jó, nem erre számítottunk, és milyen jó volt, hogy még ez is, meg az is történt. És erre is, meg arra is ráismertem, ami ma is van, vagy én is szeretem. És ugye, ha jól tudom, ti most először dolgoztok együtt a Móri Zsigmond Színházzal. Milyen az együttműködés? Hogy tetszik nektek a hangulat? Hát elég családias, összeszokott csapat. De az nekem például nagyon pozitív volt, vagy azt hiszem így mindannyiunknak, hogy nagyon nagy szeretettel fogadtak, és így vártak minket. És így nagyon sok, tehát hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy mi is jól érezzük magunkat, és hogy a munkafolyamat az igazán jól tudjon telni. És ilyenkor hogy néz ki nektek a mindennap, vagy egy mondjuk hetetek ingázással telik főleg, vagy itt vagytok Nyíregyházán? Abszolút ingázunk, mert most még a vasárnap és a hétfő az szabad. Jövő héten futunk rá a főpróba hétre, akkor már nem lesz, és igen, hát messze van Budapesttől. Budapestről jöttetek mind a ketten? Igen. Kicsit meséljetek nekünk magatokról, ugye a Nyíregyházi tévénézői nem biztos, hogy még ismernek benneteket. Pesten vagytok, és akkor hol pontosan? Hát én szabadúszó vagyok, tehát ez így több helyet is lefedi az Örkény Színházt, a Hadszínteátrumot.
én így emellett így össze-vissza csinálok még mindenfélét, tárlatot fogok vezetni egy múzeumban, meg gyerekekkel foglalkozom, államilag gondozott gyerekekkel, vagy ez most a cél, hogy így nem tudom, valahogy arra van szükség, hogy mindenfélét csináltam, és egyébként meg én most kezdem meg a harmadik évemet az egyetem után, Budapestre jártam a Színművészeti Egyetemre, és szóval most egy ilyen cigány életet élek, a Debrecenben van a családom, én onnan járok át ide dolgozni, de ugyanígy, mint Bogi, vasárnap hétfőn visszamegyek Pestre, mert ott van a barátom, meg a macskám, meg hogyha van valami munka, szóval ilyen őrület van körülöttem. De körülbelül ebből az őrületből tevődöm én össze most. Így. Én tavaly végeztem a Pesti Magyar Színi Akadémián, és én is szabadúszó vagyok. Én az Átrium Filmszínházban vagyok, voltam független társulatoknál, és az osztályunkkal még próbálunk így egybe tartani. Hát akkor nagyon izgalmasak a mindennapjaitok, tényleg nem unatkoztok semmit. Mi lesz majd a bemutató után? Folyamatosak lesznek az előadások? Hát mi úgy hallottuk, hogy elég nagy számban fogjuk játszani ezeket az előadásokat, azért is lettek lekettőzve a szerepek, hogy így könnyebb legyen egyrészt szerintem egyeztetni, másrészt meg nekünk is. Igen. Hát ugye nem tudom, hogy egyébként tudják a nézők, vagy biztos a rendezővel beszélgettetek erről, hogy az előadás benne van a Lázár Ervin programban. Tehát nem csak Nyíregyházát fedi le, hanem a környező kis települések gyerekeit is el akarja hozni színházba, és a célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek is, ez most ilyen reklámszak, de hogy ők is eljussanak színházba. Szóval ugye szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy az előadás gyakorlatilag ennek a jegyében készül. És így játszunk belőle nagyon sokat, mert ugye nagyon sokan jönnek majd máshonnan is. És akkor váltott szereposztásban lesztek, de ti együtt. Legtöbbször? Össze-vissza. És úgy is próbálunk. És milyen az együtt töltött munkaidő számotokra? Megtaláltátok a közös hangot hamar? Szerintem igen. Igen. Nagyon sokat röhögünk a próbákon, tehát hogy ez egy igazán önfelett próba folyamat. Tényleg tele lett ez a szövegkönyv humorral, amellett, hogy nagyon, tehát hogy azért a Grimm meséknek van egy sötét oldala, és szerintem ez sem felejti el, de megmutatja azt, hogy tehát ez a kicsit közhely, de hogy mindig van út az alagút végén, és ez így humorral is ki van kövezve. És ennek megfelelően mi is nagyon jókat röhögünk a próbákon. Maga az, amit a szöveg ad, vagy ha nekünk is van valami ilyen idióta ötletünk. Szóval nagyon önfelett ez most, hála az égnek. Milyen érzés volt Farkast játszani, amikor megkaptad ezt a lehetőséget? Én mindig, hát igen, ez fura, de hogy én mindig örülök neki, hogyha valami olyan lehetőség adódik, olyan szerepajánlat, ami nem feltétlen belőlem következik. Ez mindig izgalmasabb, amikor nem egy vékony naivát kell játszani. Másrészt meg majd kíváncsi vagyok, hogy a gyerekek vagy mit fognak elszólni, mert ők nyilván szerintem elsősorban férfiként gondolnak a Farkasra, de hát én bízok a kislányokban és a kisfiúkban is, hiszen tehát az alap az, hogy a Farkas csábítani akar és pusztítani akar, és valahogy magához akar édesgetni, vagy akárkit, valakit. Tehát ez nem kell férfinak lenni, hogy az ember bevessen ilyen praktikákat, vagy cselszövő legyen. Tehát ez nem egy nemre korlátozható dolog. Úgyhogy én bízom abban, hogy a nézők ezt észre fogják venni, hogy gyakorlatilag nem azon áll, vagy bukik. Áll vagy bukik a dolog, hogy milyen nemű a Farkas, hanem azon, hogy mik a szándékai, mit akar, hogyan akarja. Tehát ez nekem ez érdekesebb, én ebbe kapaszkodom. Izgalmas. De csajos Farkas lesz. Csajos? Igen, persze. Hát azt használni kell, hogy nő vagyok, tehát azért nem kell férfit játszanunk, tehát arról nem szabad megfeledkeznem, hogy azért vannak külső jegyeim, ezeket használnunk kell. Jaj, ez a sorozat. Csajos lesz Piroska is? Hát csajos is, és fiús is. Azt hiszem, hogy azt próbáltuk így mind a látványban, mind a mienségében megfogni, hogy mindenki tudjon vele jönni, hogy ez alapvetően nagyon, nagyon szerethető valaki, aki iszonyatosan kihívóan öltözködik,
és pont így a hiúságát tudja megfogni a farkas. Az egyetlen dolog, ami nem most nekem nem jut eszembe az a kifejezés. Hogy? Hogy az a rés talál rajta. Hát, hogy talál rajta fogást. Igen. De ezt minden kislány és kisfiú tudja, ilyenkor a gyerekeket annyira könnyű megfogni a hiúságuknál. Hát Piroska az erdő dizájn kislánya. Igen. Ez egy idézünk az előadásból, ennyit talán még lehet spoilerezni. Tehát, hogy szerintem egy mai kislány lesz ő. Igen, szeretni fogják. A kisfiúk meg azokat a kislányokat látják majd benne, akiket még nem mernek megszólítani. De csodálják távolról. Nagyon izgalmasnak tűnik, és szerintem nem csak gyerekek számára, tehát abszolút engem is egy picit úgy magatokkal ragadtatok, és nagyon érdekel, hogy milyen lesz az előadás. Úgyhogy október 11-től mindenkinek ajánlom a figyelmébe, hogy menjen hozzátok, és nézze meg vagy benneteket, vagy majd a másik szereposztásban lévő szereplőket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Mi is köszönjük. A nézőknek pedig a figyelmet köszönöm, hiszen ennyi fért a mai Sziesta Pluszba. Tartsanak velünk jövő héten is, viszontlátásra!